Na srácok, főzöm a rizst, zacskós rizs, ilyen gyors rizs. Csinálunk egy kis csirke mellett hozzá. A sárpenyőbe fogom megcsinálni. Előtte sózom. Kicsit átütögettem. A rostok miatt. Így sózom. Ízlés szerint borsozom. Kész. Umbala, umbala, umbala. Sütögettünk, főzöcskézünk. Te egyébként a süt, a főző, a konyhában zenét hallgatsz, hogy akkor mit szoktál csinálni? Nekem kell valami hang, hogy halljak, vagy tévé, vagy valami, és akkor így el vagy, telik az idő, megy, pörgök, csinálom. Mani, van nekünk egy kis madársalátánk. Ebben fogjuk tálalni. Hát a zenét már csak nem pazarlom magamnak, egy adagra bőven jó. Minden átmossuk. Látok, én egy kis citromlével meglocsolom, olajjal, egy pici porcukor, sózni, borsózni nem, mert nem szeretem, hogy összemegy a saláta. Majd akkor, amikor tálalod vagy eszed, akkor lehet sózni. Nekem itt van egy kis csilim, ezt is megszórom így egy kicsit így. Ezt el lehet engedni, nem mindenki szereti a csípő, és ezt szépen beledörzsölöd. Szépen kis kacsóddal. Érted, nyúljál hozzá a húsúhoz, ne féljél tőle. Így, ennyi. Na. Na, minden megy a folyamat. Nézzétek, hogy gyönyörű szépen a húsik a fül. Gyönyörű szép. Szépen tálalunk, elkészültünk. Van egy ilyen kis szoszókám. Meg a húszik az kezem. Mi a túróval nem bírom ki? Na most. Na, mutatom. Most szépen ráhelyezzük a csirke mellett. Gyönyörű szépen. Csű, komoly kaja lett ez is. Én csináltam egy kis avokádót is rá. Srácok, használjunk fel minden ételt, ne dobjuk ki. Szerintem így, avokádótól, mindenestől, kis saláta, kis rizs, csirkemell. Nem tudom, hogy neked tetszik-e, mutatom. Na srácok, elkészült a mai ebédem. Mit szóltok hozzá? Írjátok le kommentbe. Leülünk egy kicsit, megebédelünk a munka előtt. Kis tászorolok kis narancslével. Iszom. Az jó. Na nézzük, mit hoztunk össze. Nagyon egyszerű. Kis ebéd, gyors. Jól is néz ki, mutatós. Ez egy éttermi. Ha hiszitek, hanem ez van egy éttermi kaja. Komolyan mondom, jól sikerült, jól néz ki. Jó szaftos még a csirke, nem száraz. Jó szaftos. Ezek az ízorgiák. Hát srácok, elmondom nektek, hogy eléggé mozgalmas volt ez a hétvége. Ugye ott van, hogy Novák Katalin lemondott, Varga Judit is. Ez nem szabadott volna előfordulnia. Bárhogy is ment itt most a... menteni akarja magát a Fideszünk, srácok, és ebben zárom ezt a témát. Biztos még hetek, napokig még lesz róla szó. Híradásokban ez a helyes út, és ez kell ahhoz, hogy változás történjen. És higgyétek el, hogy dominóvárként fog összeomlani egyszer a Fidesz hatalma, hogyha továbbra is így dönt sorsok felett. Ez viszont nagyon jó. Jó. Jó lett. Jó ez a kis izé. Hát ez volt, tudom, lehet, hogy nem passzol rá kis az avokádó, de srácok, volt egy fél avokádó, most dobjam ki, most őszintén mondom. Dobjam ki, de ahogy dobom ki, megesszük. Nagyon jó. Nagyon tudom. Nagyon jó. Ma kicsit korai voltam, de már utolértem magamat lassan. Most kaja után leviszem Pajtit még. Az egy óra, elindulok, gyorsan olyan 5-6-ig elszórogattam a szórólapot, hazajövök,
aztán minden kezdődik mindig előről. De hát haladunk előre, a céljaink felé nagyon szeretnék. Vannak terveim, csak ugye tervhez pénz kell. Nagyon szeretnék jobb minőségű videókat készíteni, mint már mondtam az előző videóban is, azért vállalnom kell még munkát, nekem nincs vele gondom, csak olyan kell, ami ehhez a munkához most hozzá tudom igazítani, tudod? Akár még egy szórólapozás, vagy lépcsőtakarítás, lépcsőház takarítás, és is szívesen vállalnék, hogyha tudsz esetleg budapesti, vagyis tudsz, akkor szóljál rám, mert írjál rám, azt nagyon szépen megköszönöm. Ez a suli is most már lassan elindul, akkor bizonyítvány kell utolérnem magam a bizonyítvánnyal, és akkor szépen elindul a tanulás, az meg ugye éjszakán esti lesz, de most akkor azt jelenti, hogy nekem össze kell hangolni az elő a munkahelyet, a pajtit, meg az iskolát is, és belevágok. Muszáj. És ami nagyon pontos, ami nekem... Én, nekem nem áll a számra az angol, vagy semmilyen nyelv. Németet már kint szükség miatt megtanultam. Én úgy rígylem azokat az emberek, akik tudnak angolul. Lehet, hogy nem párbeszéd szinte, de azért meg tud mukkanni, meg tud szólani. És most nagyon oda fogok figyelni. Ha törzik, ha szakad, de egy angolt valamit kell csinálnom, mert szeretnék nyaralni, szeretnék elhelyezkedni. Ahhoz, hogy kimész külföldre, csak egy nyaralás vagy csak kiruccanás, meg kell szólalnom, meg kell enni, merre, hova, merre mész. Úgyhogy most nagyon-nagyon is, igenis ebben nagyon fogok foglalkozni a nyelvvel. Remélem, hogy jól sikerül, és nem az érdekel, hogy hányosra fogok átmenni érettségi, nem érdekel. Azt, mit tudjak bemutatkozni, tudjak elmagyarázni, honnan jöttem, hol vagyok, ha megyek nyaralni, hol a repülőtér, a vonatállomás, a busz, ami ilyen fontos, tudjátok. Mert többször is el akartam már indulni egyedül is akár nyaralni, de azért nem tudtam elmenni, mert az angol nyelvtudásom nem tökéletes, sőt, hát semmennyire nincsen. Német nyelvtudásommal kimehetni, de most az nem mindenhol értik a németet egyébként. Az a világnyelv az angol. Bár Amerikában egy szavazaton múlt azon, hogy a német legyen a világnyelv. Nagyon látom magamat egyébként egy ilyen kis cukrásznak, kis tortákat sütögetném, jönnének a megrendelések, lenne mindenféle dolog. Én más lennék, mint a többi cukrász, mert én a belekezdek valami, mert szeretnék máshogy, más lenni, másképp. Nem az, hogy beállni a tömegbe, a sorba, hanem valamivel kitűnni, akár egy kis finom sütivel, akár a megjelenéssel, bárhogyan ki lehet tűnni, én erre nagyon fogok törekedni. Most előttem áll most 4 év. Vagy 3 év tanulás, aztán kiderült már, de azt tudom, hogy akkor most van egy végzettségem, ez a végzettségem, és akkor most van egy kis cukrász lenne, kis minden, nyitnánk egy kis étterem, egy kis vendéglátást, tudod, akár a cukrászdába el lenne különítve egy kis kutya, kutyások is jöhetnének, ott tudja hagyni a kutyáját, tud vele játszani, nagyon-nagyon, mi messze járunk, de azért nagyon sokat gondolok erre, hogy hogyan lehetne még jobb lenni, hogyan lehetne profitálni, hogyan lehetne még jobban előrébb jutni, úgy anélkül, hogy tényleg nem bűncselekményt követel az ember, mert tisztességes munka az hosszú idő, nyilván el lehet lopni, de én nem ez a fajta, én nem csalom el, én nem csalom sem, megyek, látod, szórólapozó, egyszerű sráncolok, de annál inkább céltudatosabb, és most kezdek el céltudatosabb lenni. És hogy közeledek már a bizonyos az X-hez, a 3X-hez, közeledem, így már egyre jobban érzékelem, máshogy gondolkozok, máshogy teszek, a múltamba visszagondolom, hogyan kellett volna tenni. Ugye ahogy az ember tapasztaltabb lesz, és idősebb lesz, és sokkal jobban rálát dolgokra, rájön, hogy mennyi minden hibát elkövet, és nem így kellett volna, de az már nem visz minket előre, de építkezz belőle, mert nem szabad elkövetni. Én nagyon sokszor újra és újra elkövettem az én hibámat, az életem mindig így volt, én ezt megjegyeztem, hogy most már nem szeretném. Egyszer szeretnék tanulni, vagy másnak a hibájából, és beépíteni az én életembe, és máshogy csinálni. El szeretnék köszönni, mert már nem kell pajtással sétálni. Legyen szép napotok, vigyázzatok magatokra, osszátok a videót, és lájkoljátok. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!